A Maglódi Vermesi Művészeti Napok is bekerült a megyei értéktárba. A rendezvény sorozat kivételes és nagyszabású értékrend szellemében működik. Maglódra és a térségbe vonja a legmagasabb színvonalat képviselő művészeket, kompromisszum nélkül kínálja fel közönsége számára a magyar és az egyetemes zenekultúra értékeit. Most következő riportunkból az is kiderül, hogy ki volt Vermesi Péter, de az is, hogy milyen fő feladatok állnak a művészeti napok szervezői előtt. 18 évvel ezelőtt Maglódon Hosszú Tibor igazgató úrnak a jóváhagyásával egy tagozatot indítottunk Vermesi Péter néve, Mészáros Marika, Bodobán János és jómagam. Néptánc és legfőképpen zene volt a tagozatnak a profilja és az erőssége. És a későbbiekben, mikor már gazdagodtunk létszámban, meg tudásban, művészeti iskolává alakult, Csépe Milla festőművésznőnek a hozzájárulásával a festészet is megjelent, tehát zene, néptánc és festészet, így alakult meg a Vermesi Péter Művészeti Iskola. Ezt támogatandó jött létre az a fesztivál, a Vermesi Művészeti Napok Maglódon című fesztivál, amelyiknek a 14. kiadása lesz az idén. Ezen a fesztiválon az iskolánk legjobb tanulói, legjobb csoportjai zenekar, kórus, zenekarok, kórusok mondhatom, a tanárok és vendégművészek szerepelnek. A vendégművészek a legjobb magyar művészek, mondhatom, a Budapest Fesztivál zenekar, a Nemzeti Filharmonikusok, a Magyar Rádió zenekarának a művészei látogatnak el évről évre ide hozzánk, és szólistaként vagy zenekarként, kisebb kamarazenekarként szerepelnek itt nálunk, de ugyanúgy a Magyar Állami Operaháznak a legjobb művészei jönnek el. Ezen kívül német, japán, svájci, román művészek vendég szerepelnek itt nálunk, és megalkuvás nélkül a legjobb zenét adják elő a közönségnek. Van, amikor egy kicsit Prokofiev hegedű zongora szonáta, nem azt mondom, hogy a legközönségbarátabb műfaj, de a közönség találkozik a magas kultúrával. Mondhatom, hogy a Budapest vagy akár a világ színvonal magas zenéje, és ezt nagyon-nagyon fontosnak tartjuk, hogy a gyerekeink, az őszülei, nagyszülei és a közönség találkozzon a komoly zenével, komoly festészettel, komoly néptánccal, mert az Állami Népi Együttes vendégszerepet például a tavaly nálunk, azon kívül a festészeti tagozat is mindig nagyon színvonalas kiállítással vesz részt ezen az őszművészeti fesztiválon. A Színi Akadémia vendégszerepelt itt nálunk, tehát a színház is jelen van ebben a fesztiválban. Na most az idén, illetve hát most a nyáron kaptuk meg azt az elismerést, hogy a megyei értéktárba bevették a Vermesi Művészeti Napok Maglódon fesztiválunkat, és erre nagyon büszkék vagyunk. Az idén ősszel meg fogjuk ünnepelni azt, hogy 18 éve indult a Vermesi Művészeti, és nagyon remélem, hogy az ősszel már szerepelni fog a Vermesi Filharmonia Maglód együttesünk, amely úgy néz ki, hogy egy zenekar, kórus és szólisták. Talán nem mindenki tudja, ki volt Vermesi Péter, egy pár szóban mutassa be, legyen szíves. Vermesi Péter zeneszerző volt és egyetemi tanár, a Kolozsvári Egyetemen tanított, meg Németországban, de ezen az útvonalon, hogy Kolozsvár, Németország, állandóan Budapesten állt meg, barátokat szerzett, zeneszerző kollégáknak az elismerését elnyerte a zenéjével. Fiatalon halt meg, úgyhogy a zenének nem sikerült utat törni a nagy közönséghez. Mi azon vagyunk. Például olyan gyerekművei vannak, amelyeket mi tanítunk, és amelyet népszerűsíteni fogunk. Ugyanakkor a felnőtteknek szóló operája, vagy három szimfóniája, zenekari művei
megjelentek részekben Maglódon is, és reméljük, hogy szerte tudjuk vinni itt a környékünkön. Egy nagyszerű ember volt, úgyhogy minden barátja, minden budapesti művész, akit megkérünk, hogy jöjjön a fesztiválra, az első szóra, ha Péterről van szó, akkor jön. Gratulálunk az elismeréshez. Nagyon szépen köszönjük, és azon vagyunk, hogy milyen jobban dolgozzunk. Igazgató úr, augusztus 20-án milyen műsorra számíthatnak a jelenlevők, résztvevők? Augusztus 20-án 11 órától lesz a hivatalos ünnepség a Magházban. A Tabányi Pál polgármester úr ünnepi köszöntője után lesz az ökumenikus kenyérszentelés és a városi kitüntetéseknek az átadása. Kora délután a Patakparton folytatódik az ünnepség, itt a Modern Tánc együttesnek az előadása lesz, az E-Dance Hip Hopnak a bemutató előadása. Ezen kívül a civil szervezeteknek a csoportjai lépnek fel, a Rosszicska, a Maglódi Nőklub, a Nyugdíjas Klubnak az együttesei szerepelnek. Utána jönnek vendégek, a Furfangos Csoda Doktor bábszínház lesz, a gyerekek számára a Maszk bábszínháznak az előadásában. Ezután a Kacamajka táncegyüttes fog szerepelni, a Domino rock zenekar fog muzsikálni, és meghívott vendégünk lesz Abbaházi Csaba és Ríz Leventének a zenekara, a Még egy kör zenekar. 10 órakor lesz a tűzijáték, utána pedig retro sláger diszkó lesz DJ Pagával hajnalig.